Virági József, a Tolna Mözsi Lovas Egyesület elnöke a szombati program sokszínűségéről tájékoztatott minket. A mai napon délelőtt, illetve délután a kettes fogatok vármegyei fordulójának az akadályhajtó versenyszámát látjuk, ami két fordulóval tevődik össze, valamint a délutánban még időbüntetéses akadályhajtás kerül megrendezésre, és este 8 órától pedig a kettes fogatok kombinált hajtó verseny, ami egyben pályaavató is. Ugyanis az éjszakai lovas sóra elkészült a pályavilágítása is. Még annyit hozzátennék az előzőhöz, hogy nem csak a kettes fogatoknak, hanem a póni ketteseknek és az egyes fogatoknak is minősítő versenyszám zajlik a mai napon. A lovas napok népszerűsége töretlen, hiszen a vasárnapi napra több mint 200 nevezés érkezett be. De én úgy gondolom, hogy ami tőlünk telhető volt, azt mi mindent megtettünk, hogy mindenki jól érezze magát, illetve a versenyzőknek is egy olyan pálya legyen, ami igenis egy felkészítő a további döntő versenyekre, illetve az országos döntőhöz, tehát mindenkinek a fejlődést szeretnénk biztosítani. Nagy Gréta fiatal versenyző póni C kategóriában mérette meg magát második alkalommal. Lovas családból érkezett, így nem meglepő, hogy előbb-utóbb ő is a versenyzők közé került. Korom is meg lett hozzá most már, vagyok annyi idős, hogy mehessek. Nagy lovakkal is már D-be is hajtatok, D kategóriába, meg pónikkal a C kategóriába. És így ugye elkezdtem már tavaly a bemutatóhajtásokat. A hangulatra a szeles augusztusi napokon sem lehetett panasz. Versenyzők és jószágok egyaránt örültek a hűvösebb időnek.